Köszöntöm a Kultuszoba nézőit! Kedves vendéget fogadott Gyönk, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia harmadik alkalommal látogatott el a településre. Az Egyesület, a helyi német egyesület és a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság szervezésében érkezett Magyarországra. A 140 tagú Szentegyházi Gyerekfilharmónia énekkarának tagjai vonulnak be a gyönki evangélikus templomba. A gyerekeknek nem ismeretlen a helyszín, harmadik alkalommal mutatják meg tudásukat a Tolna megyei településen. A kapcsolat külön érdekessége, hogy a helyi német nemzetiségi egyesület meghívásának tettek eleget. A Szentegyházi Filharmóniával már 2003-tól van kapcsolatunk, és ez a harmadik koncertjük, amit itt a gyönkön adnak. 2010-ben és 2012-ben voltak, és akkor mindig nyári hónapokban voltak, és az Egyesület úgy szerette volna, ha egyszer egy adventi koncertre is ide tudnánk csábítani, és most ebbe a turnéba belefértünk mi is, és most így akkor eljöttek, és egy adventi koncertet adtak nekünk. A Szentegyházi Gyerekek Kórusát Ház Sándor 1982-ben alapította. Az iskola, ahonnan a gyerekek verbúválódtak, nem zeneiskola. Így a gyerekek szabadidejüket áldozzák a muzsikálásra. 1990 óta járják a határon túli területeket is, első útjuk Magyarországra vezetett. Működésük 3 évtizedében közel 800 előadást tudhatnak maguk mögött. A repertoáron egyházi és világi művek egyaránt kapnak helyet. A mostani látogatás egyik szervezője a Nemzetpolitikai Államtitkárság volt. Kádár Zoltán kabinetfőnök tolmácsolta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár üdvözletét. Ez a mai különleges alkalom azért jöhetett létre, mert mindezek ellenére mégis kitartottak nemzetük, mégis kitartottak hazájuk mellett. Jóleső érzés látni ennek a két közösségnek a közös ünnepvárását, mert megtapasztalhatjuk általa nemzetünk sokszínűsége ellenére is jelen való egységét. Tolna megye egy különleges hely ebből a szempontból, hiszen ez a térség az itt élő magyarok és németek, valamint az ide érkezett székelyek és felvidékiek együttes erőfeszítéséből lett közös otthonná, kincsekkel teli vidékké. 2010 óta a magyar kormány által kidolgozott nemzetpolitikába ez a rendezvény abszolút beleilleszkedik. Azon dolgozunk, hogy a magyar-magyar kapcsolatokat, vagy akár más nemzetiségek és a kőhoni magyarság közötti kapcsolatokat erősítsük, és ez a gyönki rendezvény abszolút kiváló példa erre. Számos ilyen rendezvénnyel találkozhatunk az országban. Azt elmondhatjuk, hogy napi rutinná vált a külhoni nemzetrészekkel történő kapcsolattartás. Naponta van több ehhez hasonló rendezvény, mint itt Gyönkön. Itt ez a gyönki rendezvény azért speciális, mert a Német Nemzetiségi Egyesület volt az, amelyik ide meghívta a Szentegyházi Gyermekfilharmóniát. Tehát láthatjuk, hogy ők is szívükön viselik a határainkon túli magyarság sorsát. Ez az, ami a magyar kormányzat és a nemzetpolitikánk részére, nemzetpolitikánk szempontjából rendkívül fontos. Lehet egyfajta mintaként tekinteni, minden településen meg kell szerintem találják azt a specialitást, amiben ők jók, amiben ők kiválóak, és fel kell így építeni, ahogy a gyermekfilharmóniát. Oh,
Török Ádámmal, az egykori mini jazz rock együttes énekesével beszélgetett Csatári Bence rocktörténész a Vosinski-Mor megyei múzeumban Szekszárdon. Török Ádám, Máté Péter díjas magyar futballista, énekes és dalszövegíró, a mini együttes frontembere. Az együttes idén ünnepelte fennállásának 50. évét. A gúzsba kötve táncolni a Kádár rendszer könnyű zenei legendáival szervezett rendezvénysorozat legutóbbi meghívottja volt Török Ádám a szekszárdi Vosinski-Mor megyei múzeumban. Ahogy mondta, a gimnáziumi évei alatt kezdett el zenélni együttesben. Véletlenül bekerültem egy iskolai zenekarba, kirúgtak a Toldi gimiből, ami egy híres budai gimiből. Átkeltem a Petőfibe, a vár oldalban van mind a két iskola. Én itt laktam a vár oldalban, kicsit lejjebb a Toldi gimi, és a másik oldalon a Petőfi gimi, ma is ugye. Átmentem a másik buliba, másik gimibe, és ott belecsöpentem egy iskolai zenekarban. Én futballoztam sokáig, futballista akartam lenni, még a magyar futball aranykorában voltunk, ugye 60-as években, és fociztam is különböző csapatokban, és belecsöppentem egy gimiben, persze osztályismétlőre buktatva rúgtak ki, és akkor kicsit nagyobb voltam, akkor megeresztettem a hajamat egy kicsit, 65-66-ban vagyok, és 3-4 hétig kerülgettek az osztálytársak, egyik oda, tudsz te énekelni? Meg mindig mondtam, hogy nem jöttök le az alatt nagy cíni bulirára, mert a cíni nekem a Toldiba osztálytárs nem volt. És jártunk le a bulirára, mint kis Samesz gyerek. Te tényleg járkál, és tudsz te énekelni? Én mondom, hogy ne tudnék énekelni, soha nem próbál. Innen indult a kis karrierem. És ugye, hogy még mindig, most már 72 éves leszek pár hét múlva, még mindig ebből élek. Ez egy óriási mázli. Először a rockot csináltuk, a blues rockot, az Ámodi Janó volt a kezdő zenekaromban, ugye, aki gyerekkoriban egyházban laktunk, és 2 éves koromkortól haverok voltunk, egyszerűen a Minit 68-ban, és utána 71-ben, amikor Pap Gyula került az együttesbe, akkor kezdtem progresszív rockot játszani, fúvolával minden, és ma is ezt csinálom, a fúzió. Rock, a jazz és a blues keveréket játszom most már több mint 50 éve. Török, a mini, valamint a rockzene fénykorát elevenítette fel, együttese koncertjére még keddeste is tömegek mentek el. A sikerekre persze árnyékot vetett a Kádár diktatúra. Nagyon nagy szigorúság volt, de ki lehetett játszani a dolgokat. Nekem is voltak számai, amit ugye betiltottak, nem engedték, hogy abban a szöveggel játszam, vagy felvegyük lemezre, hosszú évekig ugye szilenciumon voltam úgy, hogy nem lehetett lemezem, az állambiztonság megfigyelt, 11 évig jelentettek rólam, elvittek 73-74-be, március 13-án mindig elvittek, azt hitték, hogy én szervezem a 15 égét tüntetéseket, valami közben volt hozzá, de nem én voltam a főid. Átvészeltük ezt a világot, és vidáman zenéltünk, mert fiatalok voltunk. A beszélgetés elején Török Ádám hálával visszatekintve idézte meg Radics Béla, a Sakmat együttes szólógitárosának alakját. Az ő meghívásának köszönhetően futott be a zenekar 1969-ben. 1969. júniusában a Tátika nevű presszóban, egy gyönyörű hely volt akkoriban, elkezdtünk játszani, és az egész hippi társadalom akkoriban, alakuló magyar hippi társadalom oda jött hozzánk, és ott laktak a kertünkbe, a Vályókháza, ahol laktunk, minden este játszottunk, onnan indult a mini, aztán 69, azon a nyáron feljöttünk az Ifi Parkba, a Radics elé játszani. Az volt az első nagy bulink, 8000 ember volt az első bulink. Hatalmas sikerünk volt, és utána szeptember 15-én kezdtük a legendás klubunkat 69-ben, a Bemrock parton, ami az, hát most lett az utolsó koncert, november 16-17-én csináltam, mert bezár a Bemrock part, Andrássy Múzeum lesz belőle. Oh, mysterious flying. Maga a könnyűzene, beatzene forradalma, az egy óriási dolog. Ugye indult az amerikaiaknál 50-es években,
és átcsapott Európába, ugye a Beatles, Rolling Stone 60-as évek elején, és odana ide is megegyezett 65-66-ból, és mi meg ugye bekapcsoltunk 68-69-ben, mi már progresszív dolgokat csináltunk, csodálatos dalokat írtunk, amik ma is megállják a helyüket. Bizony, amikor kemény a világ, jobban lehet ilyen dalokat írni. Mázlink volt, hogy mi abba a korba értünk, és fiatalok voltunk. Török Ádámnak jövő év március 11-én életmű koncertje lesz a Budapest Kongresszusi Központban. Jó, emlékszem a régi lányok, barátom, kell, hogy emlékezz. Arcokba fújta a szél, a hajukat, barátom, ugye emlékszel, mert jó lenne újra velük járni, a régi hangot megtalálni, ha ebben még hiszel, gyere újra el, meg kell a barátság. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Szekszádi Kamara Zenekar. A Földessy Lajos hegedű művész zenekar a számos kiemelkedő művésszel muzsikált együtt. A koncerten köszönt el a zenekar irányításától az alapító. Esztendőt telt el azóta, hogy Tolna megye egyetlen vonós kamarazenekara 1. december 21-én egy adventi koncerttel letette névjegyét a magyar zenei élet asztalára. Ez alatt az idő alatt az elnyert díjak jól tükrözték a magas minőségi színvonalat, melyet a zenekar képviselt. Elnyerték Tolna megye művészetért emlékplakettet, Nívó díjat kaptak, és Szekszárd város kiemelt művészeti csoportjává váltak. Földessy Lajos hegedű művész, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola docense magasra tette a mércét. Ennek megfelelően olyan művészek muzsikáltak a zenekarral, mint Geiger György, Medvecki Ádám, Ruha István vagy Sebestyén János, de a sor még hosszan folytatható. Az alapító ezzel a koncerttel köszönt el a zenekar vezetésétől. Nem arról van szó, hogy én cserbe hagytam volna a zenekart, nem hagytam cserbe. A szervezés és egyéb munkák nagyon terhesek már. Volt egy célkitűzés, de az nem volt több 5-10 évnél. A célkitűzés az részemből pontosan úgy szólt, hogy az általam nevelt leendő tanárok, illetve a későbbi tanárok közül majd csak egyszer valaki Szekszárdra költözik és tudja folytatni. Tehát én nem gondoltam, hogy én nem 35 évre terveztem, és nem magamnak akartam ebből dicsőséget csinálni, hogy milyen régóta lejárok Szekszárdra. Nem, de ez sajnos nem valósulhatott meg akkor, és hát Kovács Guzas Márta személyében viszont Soproni Színháznak a koncertmester költözött Bajára, aki Szekszárdon is tanít, remélem egyre többet, és a zenekar átvállalta. Könnyebbnek gondoltam. Azért gondoltam könnyebbnek, mert felelősség van mindannyiunkon, itt a zeneiskolát is beleértve, és amit említettem a műsorban, hogy 4 hegedű tanár volt, most 2 lett Mártával együtt, de csak másfél hegedű tanári állás volt még egy évvel ezelőtt is. Egy darab cselő tanári állás van, szóval ezzel a 2 tanára, illetve csellóval nagyon nehéz fölépíteni az utánpótlást. És akkor a 4 hegedű tanára, 3 cselló tanára, hát egészen más dolgok voltak. Én reménykedtem benne, mert nagyon sok fúvós tanár volt akkor is, én nagyon reménykedtem benne, hogy egyszer szimfonikus zenekart össze fogunk tudni hozni, de az egyszer az egy ilyen 5-10 éven belüli távlat volt, de egyre fogytak a vonós tanárok, és hát a vége hát majdnem a reménytelenségben ment. Az este egyik legszebb pillanata volt, amikor Földessy Lajos és Kovács Guzás Márta helyet cseréltek a zenekar élén. Thank you.
nagyon nagy örömmel vállaltam ezt a feladatot, én nagyon boldog voltam, nagyon váratlanul és nagyon gyorsan jött számomra ez a feladat. Gyakorlatilag tavalyi évben, illetve ez év tavasszal játszottam először a zenekarral, és aztán a fülembe jutott, hogy itt éppen változás előtt áll a zenekar, és akkor egy hirtelen váltással engem kértek föl, hogy vállalnám ezt a művészeti vezetői feladatot, és én nagyon örültem neki, mindig is nagyon szerettem zenekarba játszani. Én úgy láttam itt, hogy nagyon jó a kapcsolat a kórusokkal, tehát most mindenféleképpen újra nyitni szeretnék a felé. Már most december hónap folyamán a Madrigál kórussal a karácsonyi hangversenyen közösen fogunk szerepelni, illetve januárban is úgy néz ki, hogy már a Magyar Kultúra napján is fogunk együtt közösen muzsikálni, és aztán szeretnék egy picit a versenyművektől odébb lépni, és olyan műveket játszani a zenekarral, ahol a zenekar a kamarazenében kap fajsúlyosabb szerepet, tehát az együtt muzsikálásban. Az új művészeti vezető azt mondja, mindazt, amit Földesi Lajos letett az asztalra, minta. Azzal a szeretettel, amivel ő ápolta, gondozta a zenekart, példaértékű, a magam számára is, mondta az új művészeti vezető. A jubileumi koncerten az együttes alapító tagjai és a 20 éve itt zenélő tagok átvehették Szekszárdváros elismerését. Először csak munkahelyi kórusnak indult, az évek során aztán kinőtte magát a szekszárdi törvényszék kórusa. Évekkel ezelőtt kuriózumnak számított a létük a szakmában, ám már a számos követője lett a szekszárdi együttesnek, akik a jövőben arra készülnek, hogy saját zenei komfortzónájukból lépjenek ki. Próbál a szekszárdi törvényszék kórusa. Nagy az izgalom az egyébként szigorú bírák és igazságügyi szakemberek közében. Hagyomány már, hogy az év végén bemutatják tudásukat a kollégáik előtt. Már 2008-9 körül már gondolkodtam azon, hogy jó lenne létrehozni egy ilyen kis énekkart itt a bíróságon. Főleg azért, mert vannak ezek a bensőséges rendezvények így év végével, a karácsony, amikor azt gondolom, hogy a belső elcsendesedéshez nagyon sokat segíthet mondjuk a zene. Az első a munka, ez azért mindig csak a munka függvényében tudunk próbálni. Idézőjelben szoktam mondani, hogy van egy ilyen munkahelyi kórus jellege, tehát amennyit a munka megenged, annyit tudunk próbálni. És ehhez képest viszont igen, mert sok helyre eljutottunk, jelekertünk a Kúrián, Országos Bíróság hivatalban, és egy alkalommal a pécsi kórus, a pécsi szintén törvényszéki kórus is vendéggel látott bennünket, majd ezt szeretnénk viszonozni a közeljövőben. Néhány évvel ezelőtt még kuriózum lett volna a szekszárdi törvényszékének kara. Ám az idő és az élet azóta úgy akarta, hogy az ország több pontján is alakult hasonló együttes. A bíróságok életében is olyan változások indultak meg, amelyek arra mutatnak, hogy nagyon fontos, hogy mi is rendben, tehát hogy úgy tudunk jó minőségű munkát végezni, csak úgy, mint más emberek is, hogyha figyelünk arra, hogy mi is rendben legyünk, hogy meg tudjuk élni mi is a saját kis érzéseinket, hiszen itt nagyon sok élettel, nagyon sok üggyel, nagyon sok helyzettel találkozunk, és azt gondolom, hogy ez egy belső igény volt. Időközben összegyűltek az ünneplők a törvényszék aulájában, így kezdetét vehette a bemutató. Thank you.
Nagyon szeretünk énekelni, eleinte csak pár emberrel kezdődött ez a közös éneklés, akkor még nem is neveztük kórusnak, aztán egyre inkább feldúzott, most közel 20-an vagyunk, hetente próbálunk, ahogy a munkánk és az időnk engedi, mindenki nagyon szeret részt venni benne, ez egy feltöltődés azt gondolom a résztvevőknek, akik a bíróságon dolgozó bírák, titkárok, fogalmazók, igazságügyi alkalmazottak, ez már egy közösség. Nem csak, hogy egy kórus, azt gondolom, hogy a mindennapi munka mellett, a nehéz ügyeink mellett ez egy abszolút kikapcsolódás, amikor énekelünk, akkor semmi másra nem gondolunk, és azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ez egy igazi kikapcsolódás és feltöltődés. Nehezen fejlesztjük a repertoár más területeit, de igyekszünk. Vannak tervek, valamelyik úgy érzem, hogy közelebb áll hozzánk, és valamelyik kevésbé. Részben figyelnem kell arra, hogy a kórus mit szeretne. Tehát valami meg kell találni azt az utat, hogy mindenki egy kicsit megtalálja bent magát. Hát úgy, nyilván akkor járok kórus próbára, olyan darabokat éneklünk, amit én szeretek. Na most innétől kezdve ezt a kettőt nekem összhangba kell hozni. Soha nem volt még ilyen állott itt, az Isten maga néz rá. Kicsi jászolban úgy hív úgy már, aki eljött. Bárki, aki a törvényszéken dolgozik, legyen az bíró vagy alkalmazotti munkakörben, nagyon szívesen látott vendég a kórusban, aki úgy érzi, hogy indítatása van, van egy kis hangja, vagy szeretne csak becsatlakozni, bárkit várunk, és itt nem működnek már a hierarchikus viszonyok, itt mindenki egyenrangú tag, és ezt így is kezeljük. A cél, mondja Andoldi László, hogy működőképesek maradjunk. Ha van lehetőségünk, nyitunk majd újabb távlatokat a kórussal. Ha lehet, megpróbálom kimozgatni őket zenei komfortzónájukból, mert ez adja a fejlődés lehetőségét, mondja a karnagy. De a legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!